Miért mi belekezdenénk, haj beszéljek arról, hogy a mostani podcast és az, hogy mondjuk csúdló is itt van a stúdióban, ez annak köszönhető, hogy a Mastercard támogatja az adás jövőjét, szóval innen is szeretném nekik megköszönni. Az adás pedig mindenképpen nézzetek végig, mert az adás végén lesz egy játék, ahol nagyon klassz dolgokat lehet nyerni, majd az adás végén erről kicsit bővebben is beszélek. Sziasztok, ez az After Podcast, én Sajó Dávid vagyok. A mai vendégem pedig nem más, mint Jude Law, vagyis Juhász Marci. Szia Marci! Szia, Akit nagyon szia. régóta akartam pont mondtam az adásodat a Marcinak, hogy tök régóta rajta volt a wishlist és már vártam, hogy valami történjen, ami miatt el lehet téged hívni. Hát megint is történt, mert kijött a Szörnyetek című második nagy lemezed, illetve ha jól tudom, akkor augusztus mikor lesz a parkos koncerted? 27. Az azt jelenti, hogy amikor az adásba kerül, akkor holnap, ahhoz képest holnap lesz. Igen, igen, igen. Szóval végre eljött az apropó, hogy meghívlak ide a műsorba. Először is olyan egy picit kíváncsi, hogyha jól láttam az interjúibat, arról beszéltél, hogy te egyébként egy borsodi faluval származol, ugye? Igen, ez igen. nekem annyira megdöbbentő volt, mert nekem végig az a vibe jött le rólad, hogy te valami tuti valamilyen nagyon kertvárosi. jó módú kertvárosi gyerek vagy, aki van az egész menő tetkók, menő piercingek, menő szemüveg, így kurva jól néz ki, onnan az így, így tuti valami, valami, nem tudom, ilyen valami budai gyerek, aki most elkezdett ilyen nagyon érzelmes lenni. Ehhez képest a tök ellentét. ott, 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 hogy is nőttél fel? Hát én mezőzomboron nőttem fel, hogy ez egy szerencs melletti ilyen Aha. kis falu, és akkor uh, hát annyira sok időt ott nem töltöttem, vagy hát olyan viszonylatban sok időt nem, hogy oda jártam mondjuk általános iskolára, vagy általános iskolába, Aha. és akkor utána meg ezek a tipik lépcsők voltak, hogy akkor onnan mentem Miskolcra, Gimibe, mert Aha. hogyha, mit tudom én... Koliba? A Koliba, és hogyha mit tudom hogyha jó suliba akarsz menni, vagy hogyha akar, ha lenni, akar, lenni akarsz valami, akkor Miskolcra kell Aha. menni. És akkor mentem Miskolcra, és akkor utána kerültem fel Pestre, Aha. egyetemre. Uh, amikor még, uh, még egyszer, hogy uh, Zámor, nem? nem? Mezőzombor. Mezőzombor, igen. Zombor, Bocsi, uh, amikor még mezőzombor a életében, akkor is... Mert... Mm. Van, ez a, van, ez a, régi hozzáállás, hogy ha valaki egy kicsit kilóg, mondjuk te azért mondjuk egy mezőzomboron valószínűleg rohadtul kilógnál, ha most megjelenik. Most ott nagyon, ez, most már szed, nagyon kilógok, igen. Ez akkor még fiatalon volt már ebből neked feszkot, hogy érezted azt, hogy te egy kicsit kilógsz ebből a közegből, és így ezt sokszor vissza is érezted magadon ott mezőzomboron? Valamilyen szinten igen, bár mondjuk nem tudom, ez ilyen fura, mert ott például egyáltalán nem voltak barátaim. De mondjuk Aha. ez annak volt betudható, hogy kb. nem voltak velem egy idősek a faluban. Aha. Tehát, hogy én így, én így mentem, így, így mit tudom, én, biciklizgettem, meg amikor mond, Mit tudom én, voltam mondjuk 13 éves, akkor hívtak a nagyok focizni, de hogy az is ilyen teljesen idegen volt, nekem ott kb. minden. Tehát, hogy ott nagyon ilyen szocializációs környezetem, tudod, nem Aha. volt, mert annyira kicsi a falu, meg annyira, annyira más az egész, meg mit tudom én, tipik olyan, tipik olyan ez az egész, hogy vagy akkor sötét is után azért marcikám annyira nem menj ki az utcára, mert bajod lesz, Aha. meg, meg úgy menj nagymamánál. Az hogy úgy ez úgy reális veszély volt? Ja, ja, ez, ez, ott tud reális veszély lenni, és akkor azért ez mindig benne volt, tudod, hogy annyira ott, ott nem voltam ilyen fú, de nagy gyerek. Ö, azt is nyilatkoztatom a rekordernek pont, hogy neked ilyen nagyon erős vallási háttered van a mm -hmm. szüleiden keresztül. Tudsz egy kicsit mesélni? Vagy? Igen. Hát a szüleim felől ez úgy néz ki, hogy, hogy nagypapám kántor volt. A, én ott már mondjuk nem ismertem. Nagymamám ő sekrestés volt. Ez mondjuk engem kb. annyiban befolyásolt a gyerekkort, hogy folyamatosan a templomokba takarítgattam, tudod? annyiban annyiban lehet az egész, hogy vázákat törölgettem. Meg, meg anyukám ő, Hú, mi, mi is az a titulus verje? Valami világi elnök, vagy minek hívják ezt? Aha. Tehát egyháztanás Aha. tag. Ne kérdezz, hogy mit jelent, meg pontosan mi ez Aha. az egész, de hogy ennyire lényeg, hogy ilyen nagyon, nagyon a vallás, meg inkább az egyház, Aha. az nagyon része a családnak. Uh, az a mind... volt, hogy fogadják azt, hogy itt vagy te, szétvarva, szétpirszingelve, és uh, milliós YouTube-lipeket csinálsz, milliós megtekintési YouTube-lipeket? Amúgy jól, most már jól. Még de ebből volt Feszkó régebben? Nem mondanám Feszkónak, hanem egy ilyen egy ilyen extrém féltés, Aha. tudod. Mert hogy inkább, inkább ez ilyen úgy nézett ki, hogy... Hogy, hogy, úristen, a, nem tudom, hogy ezért nyilván a szüleim mondjuk nem csak a családban nem láttak erre példát, hanem egyáltalán a környezetben nem láttak erre példát, tudod. Tehát a tipik az van, hogyha mit tudom én, szét van varva a marikának a menye, akkor az hú, az para. Akkor ott, ott, ott valami cink van, tudod. És a kb. maximum ez volt ebben, a, ebben az ilyen influence a szüleimnél, de, de soha nem volt ebből amúgy semmilyen feszkó. Tehát ők ezt így nagyon jól elfogadták. Ez a vallásosság, ez kb. annyiba jött ki, hogy egyszer elküldtek. Egy évet jártam ilyen vallási uh, Fú, mi volt az ilyen nyolc osztályosban? Egyhez hát is uliba. Igen, igen, és akkor mentem egy évet bírtam, aztán mondtam, hogy ez nekem nagyon nem, és akkor visszajöttem. De miért nem? Hát valahogy ö, nagyon nem tudtam beilleszkedni. Közrejátszott az, hogy nagyon idegesített, hogy sokkal gazdagabb nálam mindenki, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon triggerelt, hogy mindenki nagyon gazdag. És, az, az egyházi iskolákon nem gondolná az ember szerintem úgy elsőre. Fú, hát pedig de. Hát Aha. pedig de. Vagy hát az egész, az, egész, iskola egy olyan volt, hogy ilyen egy hatalmas burok volt az egész. Mit tudom volt saját uszodája, volt saját edzőterme minden, és akkor tudod így, melyik, melyik iskolának van saját uszodája, azért, egyiknek sem Aha. kb. És, és, nagyon nem, nem éreztem magam otthon, alapból nem tudtam nagyon úgy barátokat szerezni, mert nagyon, nagyon másba voltam, és akkor ott pont úgy el, el, elkezdődött egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tipik gyerekkori el, elromlásom, Aha. vagy valami ilyesmi. mi, mi amikor... volt? -e, mi hogy másba voltál? Mi volt, -e? volt -e annyira, ami akkor, akkor feltűnt neked, hogy Hát nem nagyon tudtam arra, azzal kapcsolódni, hogy, hogy, hogy a többiek mibe vannak, Aha. tudod. De egy bármilyen szinten. Hmm. Tehát, olyan, főleg. kulturálisan, főleg. igen, főleg egyébként. Tehát nyilván azt éreztem, hogy, hogy oké, okay, akkor mondjuk úgy tudtam oda menni, hogy ötödikes voltam, és mondjuk annyi kellett, hogy akkor negyedikig kitűnő legyek, Aha. de hát ki, ki, nem kitűnő negyedikig, vagy nem tudom. Nem, jó, jó, de értem, nem olyan nehéz, tudod. Igen, Tehát, hogy az a tipik az az hogy, hogy addig így meg vagy, hogyha, 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 így olyan suliba vagy, meg stb. És akkor, de hogy azért ott, ott kijöttek azok a különbségek, amiket mondjuk ők magukra szedtek, mit tudom én, ott Tiszaúj városból jöttek oda a gyerekek, hmm. meg, meg, nem tudom, meg olyan környező, ilyen jó kis falukból, kisvárosokból. Úgy, úgy volt? volt? Ja, ja, én ott nem nagyon tudtam, mit kezdeni ah. ezzel. Mondtad, hogy Miskolca gimnáziumba, ha jól igen, sejtem. Igen, igen, Ö, Ott kezdtél el, ha jól sejtem, először így a zenével is úgy komolyabban foglalkozni? Hát komolyabban. Komolyabban van, valamilyen szinten akarod ja, hát ja, így ja, ja. Igen, 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 igen. Hát nem tudom, valahogy inkább ott volt először olyan, ott találtam először olyan barátokat, akikkel, akikkel mondjuk tudtam egyáltalán beszélni zenéről bárhogyan, meg mondjuk tudtak nekem zenéket mutatni, amiket, amiket én még nem, ismerek, nem ismertem. De mondjuk, de, a tipik, arra kifejezetten Mi volt ilyen zene? Annyira érdekel, mi volt, ami, ami, amire egy emlékszel ebből az időszakból, amit ott hallottál az... Hát alapból az indie zene. Tehát alapból én kb. mielőtt felkerültem Miskolcra, én egyáltalán nem hallgattam indít, meg nem hallgattam semmi más, csak aha, hip -hopot. aha. és nem És tudod, a hip -hop az, az nem, nem úgy ér, hogy tehát azt sem tudtam mondjuk mi az, az a kezdet, vagy azt sem tudtam mi van, es, tehát ezt sem tudtam, hogy sem hip -hop. És akkor igen, kemények tudod, és akkor ennyit tudtam, aha. de hogy más nem meg mit tudom én, káva, meg ezeket, tehát hogy ilyen szempontból ezeket így nagyon szerettem. Mm. meg ezeket én így túr... Igen, ezeket így nagyon túrtam akkor, de hogy amikor felkerültem, akkor meg, akkor meg mit tudom én, a barátaim elkezdték mutatni ezeket a, ezeket a zenéket, és akkor így nyilván először úgy voltam, hogy ah, hát ez, hát ez, ez, nem, ez nekem nem, ez off, ez nem. És aztán meg így valahogy, meg nem mondom, hogy, hogy hát tényleg az, hogy főleg olyan emberekkel vettem magam körbe, akik vémor okosabbak voltak nálam. És vémor, vagy műveltebbek sokkal. És sokkal, egyszerűen sokkal nagyobb, nagyobb volt, kitágult ez a látószög, hogy, hogy akkor mennyi mindent, mennyi mindent is lehet csinálni, vagy mennyi mindent is lehet szeretni, és hogy mit tudom én, nem cinkes szeretni. De hogy ezt, ez tényleg olyan mélységekig képzeld el, hogy mondjuk amikor én felkerültem Miskolcra, akkor én abban voltam, hogy aki nem hold bőgatját, az buzi. Ez, a, ez a, tehát ez, ez, az ilyen De ez, ez, ez a fajta ilyen hip-hop attitűd, ez amúgy megvan szerintem még máig egy csomó helyen egyébként. Az a persze. Az, az, az van, persze. Simán, simán. Tehát ez a, igen, ez, ez, simán megvan. A, mikor járunk időben, amikor te indítkeztél hallgatni Miskolcon? Kb. Hányban járunk? 2010 kettő. Akkor nem. te már mondjuk az indiből, te már nem a, a 2000-es évek ilyen hőskorszak, idézőjelben hőskorszak, az nem az ilyen Arctic Man kis korai blogparti party, hanem te már egy, egy kicsit későbbi indizányt hallgattam. Mert csak azért, <coughs> hogy a, volt, ott az a Coworkers nevű projektet. Igen. igen, igen, igen. igen. Ez igen, ez egy kicsit olyan, olyan nagy, nagy levegős. Rekett, mér, igen, olyan kicsit olyan, olyan lemondós. Igen, igen. nem vagy rá büszke? Hát nézd, de büszke vagyok rá. Igazából magunkra vagyok büszke a fiúkkal, vagy hogy nekem az, az mindig egy egy, 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 kurva jó emlék. Mm -hmm. Tehát ez egy tipik olyan dolog volt, amikor felkerültünk, hogy a Petivel, Young Ray-val, mi akkor így nagyon, nagyon abba voltunk, hogy hogy ja, hát akkor, akkor már mi így kb. ismerjük az indie zenét, már csak arra vágytunk, hogy akkor találjunk egy olyan formát, aki tudja, hogy hogy kell rendíteni az ableton, tudod, Aha. és mondjuk tudja azt, hogy hogy kell berakni egy, egy, egy hangot. És akkor tipik azon voltunk, hogy akkor keressünk egy olyan formát, aki egyáltalán tud minket előre vinni, hogy ebből legyen valami. És ez, ez o, ilyen jó bocs, föl, föl, hogy ezt mondod, mert hogy a, 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 én ahogy felőttem, mégis, mikor én hallgattam Indit kamaszként, az, hogy Ableton beintni, az nem volt kérdés. Az, hogy, hogy, egy, azt, hogy egy külön midi cucc kell egy, egy, igen, egy indie igen, 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 igen. Én ezért érzem ezt a tökéletes generációs különbséget, hogy nálunk még az volt az indizene, hogy gitár, basszus gitár, dob. Én meg egyből ide ez már az egy inditronika vonal egy picit, akkor jól igen, sejtem. igen, a, igen, igen. Akkor ez a, az a 1975 hatás, amit érzek kurvára a, a, a cover számokon, akkor ez, ez nem lesz fel. Az nagyon nem. Ha jó, Eszméletlenül nem. Tehát a 1975 meg, meg Mondjuk a Petitől jött főleg a 1975, tőlem meg mondjuk a Neighborhood. Ez aha, aha. Az, az, az egy szomorú vibe, tudod, ez nem olyan aha. boldog, az ez ilyen, az ilyen reppesebb, meg aha. nem tudom, és akkor kb. ennyi volt, hogy akkor ennek az egyvelegét valahogy tegyük össze, és próbáljuk ezt meg úgy, össze, úgy, úgy kigyúrni a végére, hogy legyen ebből valami magyar uh -huh. bármi. És akkor nyilván azért, ah, most mondjuk ez a fújtatott hang is azért volt, mert például pont a múltkor így ültem a buszon, és beraktam így keverésre simán a Spotify-t, és akkor még le volt mentve egy co worker bejött és így bejött, hogy Úristen, azt úr, ez még fent van valahol. Úristen, és így. Egyébként én azt akarom is neked mondani, hogy nem baj, szerintem, hogy magyarra váltottál. Ja, ja já, És nem, nem sértésként mondom, csak hogy így. Azért a, a, a engem speciálisan nagyon szokott zavarni, mikor, mikor egy, egy, egy magyar előadó angol lénekkel, é, és, 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 és nagyon kihallom És, és a, nagyon kihalló belőle ja, ja. egyébként. Mi nem, én nem magyarul lehet. próbálkoztál akkor? Nem tudom. Ez egy jó kérdés. Meg ott főleg az volt, hogy hát nem, nem én írtam a szöveget. Aha. Hogy tudod, az volt, hogyha én is írtam, akkor azért ott ott egy ilyen nagyon megosztott folyamat mm -hmm. volt, minden kb. De ott főleg Peti írt szövegeket, és akkor ott, nem tudom, fel sem merült, hogy akkor magyarul kezdjek el bármit így csinálni, mert még akkor nem is iszlemmeltünk, meg nem is, azt sem tudtam nagyon, hogy hogy rakjuk össze egy magyar dalszöveget mm -hmm. ilyen formában, tudod. Viszont amúgy a dallamvilágodat tökre, azok a dallamok, amiket ott, ott énekelsz, azokat egyébként a judlós énektílusokban csomószor visszahallom egyébként, hogy Igen. kicsit hasonló, Dalman vezetés a vokálod. Az benne van, igen, igen, igen. Mondta ezt a slam t és uh, emlékszem abban az interjúban is, amit idéztem egy párszor, hogy ott is ilyen szabadkozva beszélsz a slam Poetry-ről, hogy uh. hát tudom, hogy sokan cikinek tartják, Szerintem miért adják cikinek a slam é, 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 én, én, én szeretem egyébként, Te de valami őszintén, ö, én, voltam több slam poetry, mert úgy voltam vele, hogy minden kultúra és dolog érdekes, és lehet meg kell hogy milyen. A Bankiton nyomták, és mondtam, hogy másnaposan elfetregek rá, és milyen jó lesz. Ja, yeah, ja. Yeah. Megevett a cringe. Nem is a cringe, hanem az, hogy így kicsit úgy, tehát, hogy azt éreztem, hogy valahogy hiányzik, ami a hip-hubban meg, ami <tos> a, <tos> a düh, az elkeseredés, a a szerette, azok az erős érzések, amik visszajönnek a hip nekem a slam meg nem jöttek vissza, inkább az, hogy ki tud minél bravúrosabban hangsúlyozni <laughs> egy picit, és hogy... Értelök. De tudom ennek, hogy téged, ez mi, vonzott, téged, ez mi a, a slam ez szerintem, ami nagyon zseni a slam az, 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 tényleg az a, az a pofon egyszerű mechanizmus, hogy akkor neked van valami, vagy te gondolsz bármit bármiről, akkor fogod jelentkezel, és akkor elmondod. Uh -huh. Tehát, hogy már nekem ez alapból mondjuk, amikor mi elkezdtük Miskolcon, akkor ez egy annyira egy ilyen fura élmény volt, hogy, hogy mit tudom én, nem tudom, tehát, hogy, hogy nem kellett arra nagyon külön alkalmat keresni, hogy te most színpadra álljál, uh -huh. és elmondjál valamiről valamit. És az egy ilyen, mondjuk az én egyénfejlődésemben, meg szerintem nagyon sok fiatali, fiatal gyereknél ez így, ez nagyon pozitívan jött ki, hogy megtanultam mondjuk, ha valami, ha valami szorong, vagy valami bántja, vagy történt valami trauma, uh -huh. vagy bármi, akkor az kell, és akkor elmondja. Most legyen az jó, vagy, vagy, vagy kevésbé uh -huh. jó. Meg amúgy az, az szerintem iszonyatosan sokat számít, hogy kitől hallasz először a Aha. szemet. Tehát, hogyha tényleg azért... Mondd Pétertől. hát igen. Az nem tudom, melyik irányba jelenti, megmondom őszintén, most dilemmába raktál. Az ember függő, de hogy, de tőle hallgattál először a szemed? Nem, de egyszer láttam, hogy tőle ezt mert is egy rakkommentel kedvem Igazából az Aha. egész műfajta egy picit, de ez már, ez már egy kicsit túl lenne, de hogy igen, szó, szóval, hogy... Az egy masszív elmény. Igen, 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 igen. De neked mi volt az a, 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 akkor, amikor elté, mi volt a saját inspirációd, amit mindenképpen kommunikálni szerettél volna az emberek felé? Mi Hú, volt a, a tartalmi részre gondolok, hogy, 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 a, a mostani dalszövegeidben azért érzem azt, hogy a, a Csajozás, barátság, csalódás, szeretet, stb. Hogy kicsit ilyen témakörök körül. De ez mondjuk 22 évesen, ez mondjuk szerintem szóval tök alap. Hogy... Yeah, yeah. De hogy azért slam poetinél meg wasznek, ez lehet, hogy kicsit kevés. Gondolnám Ott szerintem, én... hát amúgy nem kevés. Aha. Hogy hát attól függ, hogy hogy bontott ki, Aha. meg hogy abból te mit élsz, meg, meg az, hogy próbálod így becsomagolni. De mondjuk most, hogy visszaemlékezek, akkor nálam, alapból, amikor elkezdtem szemelni, akkor az kb. az az időszak volt, amikor éreztem, hogy akkor elszakadtam otthonról. Mert nem vagyok otthon, már, már, izé, már magamnak kell izé kaját venni, magamnak kell minden szart megcsinálni, és akkor uh, valahogy azt azt feldolgozni, hogy alapból átkerültem egy ilyen tök más közegbe, meg akkor valahogy, nem tudom, szerintem az első szlem időszakomban, mert még talán az utána következőben is főleg azon voltam, hogy ezt a picit ilyen dühömet kiadjam mm -hmm. magamból, hogy, hogy nem tudom, hogy sok minden nem, mennyire nem tudok azonosulni, ami mondjuk, ami mondjuk más, vagy veletek történik, vagy ami nektek probléma, meg ami az én problémám volt, meg mondjuk van. És valahogy én nagyon nem találtam ezt az át, átfedést, hogy akkor, hogy akkor így nem az, nem az, nem, igazi probléma, az enyém az rile probléma, vagy nekem sokkal több fájdalmam van, nekem sokkal több problémám van, vagy bármi. Aha. És szerintem az főleg azzal, azzal az, azt próbáltam magamból kiadni, ezt az ilyen feszültséget, meg, 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 ilyeneket. A, a Miskolci zenei életben mennyire folytál bele? Az Miskolci, egy csomó népszerű, sikeres magyar zenekar jön. Ja, ja, ja. Ö, vagy előadó, <laughs> mit, hogy most, ami eszembe jut a bohémien betyárszék, de Bája Alex is mondjuk azt hogy mezőkövesdi talán, vagy Nyíregyi, vagy Nyíregyi pontosan, de vagy lények, az, hogy ő is Miskolc környékén volt. hogy Ez pár sikeres előadó Miskolcról. Akkoriban, amikor ott élt és elkezdti zenélni, Kötödtél -e ezekhez a körökhöz, vagy, vagy azért a Slam Pörténet ez egy tök más szubkultúra volt? Hát nem annyira, vagy hogy nem találkoztam velük, Aha. nem volt alkalmam hozzájuk kötődni. Tehát a amikor én oda azt nem felejtem el, pont amikor uh, amikor mentem Gimibe, akkor nyílt a hely nekem. És uh, az mondjuk egy ilyen, az, az egy zseni flash volt, és amiatt mostanában tök rossz, vagy nem rossz, tök jó visszamenni, csak hogy akkor még tipik az volt, hogy délután, ha végeztünk suliba, akkor első dolgunk az volt, hogy ki tudtunk mondjuk a helynekemnek a még ilyen benti udvarára, meg Tadosszára, vagy a romkocsmába, vagy bármi. És akkor és ott tudtunk mondjuk, vagy ott tudtál mondjuk találkozni ilyen formákkal. De, de hogy így a zenészekkel nem annyira volt szerintem lehetőség. Akikkel inkább volt, azok mondjuk mert ugye drá, hát drámatagozatos voltam, uh -huh. és akkor inkább ez a connection a színészekkel vagy a színházi uh -huh. munkásokkal volt meg ilyen szempontból. Úgyhogy, úgyhogy abban nem, de mit tudom én, például Bohemian Betyászra arra jártunk, meg hogy meg voltak ezek a kötődések, hogy nyilván minden, vagy hát rengeteg olyan embert ismertem aki személyesen kötődik mondjuk a Bohemian Betyász, az mert mondjuk ismeri a srácokat. Persze, van persze. Ilyesmi, és Vászor, akkor... akkor te drámatagozatos voltál, -e, és akkor színész akartál lenni? Igen. Igazából még, még lehetsz az? A, oh, nem. akarsz nem, az lenni? Nem, nem, nem. Nem? Már biztos, hogy nem. Lehet, biztos, hogy lehet. nem. Lehet. Uh, hát ez egy ilyen nagyon. Nem is tudom, ez egy ilyen gyors lefújású történet volt, amikor felkerültem Pestre, mert hogy kb. a gimi végéig vagy hát már a gimi végén éreztem, hogy nem feltétlenül. Tehát olyan 11 voltam nagyon abban, hogy akkor én színész akarok lenni, meg én ezzel akarok foglalkozni. Uh, de igazából most már így visszagondolva, tényleg csak azért, mert egyszerűen Élveztem azt, hogy mondjuk a figyelem középpontjában vagyok, vagy élveztem mm. azt, hogy mondjuk a színpadon tudok bármit csinálni. Uh -huh. tudod. És, uh, ez nagyon jó, hogy erre rájöttél ilyen korán? Hát, azért nem mondanám, hogy akkor rájöttem, legalábbis most jöttem rá ah. igazából. Hát, hogy, kb, most tudatosult bennem ez a dolog, de hogy akkor ez úgy nézett ki, hogy, hogy, hogy jó, azért a végére már abba voltam, hogy én még ezt szeretném megpróbálni, de azért már inkább csak azért, mert ha már leszoktam négy évet, akkor azért próbáljuk meg a színészettit, tudod, és elmentem, és. Uh, és emlékszem, hogy a Pelső Ciréka indított akkor osztályt, és akkor hozzájuk mentem a felvételizésben volt a Máté Gábor is, meg stb. És az egy ilyen masszív, uh, az egy ilyen masszív leteremtés volt. Mert hogy tényleg uh, úgy mentem oda, hogy, hogy, mit tudom, ilyen orbitális hibákkal, hogy mondjuk viszek egy monológot, de nem vágom, hogy mit jelent a monológ. Vagy konkrétan nem bontom ki a monológot, tudod, vagy nem tudok beszélni a műről, amiben a monológot úgy, ahogy kell. Kontextusát nem, nem hát Semmit, semmit, vagy nem semmit, de hogy nem úgy. Aha. És azért, amikor elmentem, akkor ott volt egy ilyen, akkor ott az iszonyatosan letörték a szarvamat, hogy így, tesó, ez így nagyon nem, vagy hogy nagyon nem vagyunk benne biztosak, hogy ez neked való tudat. Felkészületlen voltál, -e és, és, és ezt Teljesen. el is mondták neked, hogy ez ez Ezt ez, ez, ez kőkeményen az arcomban mondták, hogy ez így nem oké. Okay. Uh, meg nem tudom, valahogy ott már az első pillanatok, ez volt bementem, éreztem, hogy fú, ez lehet, hogy nem. És uh, utólag meg így visszagondolva, mert tök sok barátom van mondjuk azóta, akiket mondjuk akkor felvettek színműre, vagy utána mm -hmm. felvettek színműre, És azért látom, hogy mondjuk ők milyen, vagy milyen alázattal, meg a állnak hozzá ez az egészhez. És akkor azért elég ha már rájöttem, hogy hú, oké, hát én ennek a közelében nem voltam. Tehát, hogy én Ez mondjuk érdekes, egy... mert azt hallottam róla, hogy viszont a zenéhez elég jó attitűddel állsz hozzá. Aha. Hát viszont, hogy én azt hallottam róla, hogy viszont most mondod azt, hogy te nem vagy elég alázatos igen. a színészkedéshez. Tehát a zenéhez meg nekem azt mondják, hogy az vagy. Te is úgy érzed? Ah. Igen, 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 igen. Hát valahogy az volt, hogy kb. ott fordult át, hogy... hogy hogy jó, amit én igazából szeretnék, most nem tudom, nem, nem hogy ebben a szektorban, csak hogy bármilyen szinten művészettel foglalkozni, az akkor inkább ez. Aha. És akkor inkább, hogyha, hogyha, van bármilyen szintű energiám, akkor az ide csoportosítom, tudod. Uh -huh. Szóval kb, kb. ez így ennyi volt, és ott, és ott azért viszonylag hamar elfogadtam, hogy nem azt mondom, hogy amikor kijöttem a teremből, és az így megtörtént, akkor elfogadtam, hogy jó, akkor nekem itt nincs keresni valom. De vagy azért azt követően egy ilyen pár hónappal már éreztem, hogy hát ez azért kellett, meg hogy ez tök jó, tök jó jött ki akkor jól sejtem azt, hogy a, és tudom, hogy nagyon-nagyon snasz, de egyszerűen nem tudom megkerülni, hogy akkor a, a művész a dzsúdló és a színészi ambícióidnak a, a kivetülése, hogy ott álltál és nézted valami dzsúdló filmet, és azt az hogy Fú, pont ilyen jó pasi akarok én is lenni? Amúgy nem. Amúgy, <há> pont nem. Amúgy, amúgy pont, hogy nem. És, és, az a vicces, hogy egyébként tényleg Nem jó pasi, én... szerinted dzsúdló. Ah, de, 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 de szerintem azért. Full, azért nagyon energiái na vannak. Na, de nem, az nincs meg, hanem hogy na, nálam ez tényleg annyi volt, és 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 ez tényleg, én elhiszem, hogy nehéz elhinni, de hogy valahogy az volt, hogy a Juhász a vezeték nevem, és ami a Junak becéztek Aha. nagyon sokszor. És az egyik barátom, Matt részegen, egyébként, aki a kóvó közben csinálta a bíteket, ő egyszer részegen uh, írt, hívott. És, akkor, és Aha. én meg így ültem szintén Matt részegen, és mondtam, anyát, ez nagyon jó, hát akkor én ez <laughs> És akkor olyan szinten nem gondolkoztam egy pillanatig se, hogy utána leírtam, izé fanatikusan, mondom, ez így még vicces is, ez így még lehet, hogy fun, de aztán Nyilván, amikor először mondjuk szembe találkoztam azzal az izővel, hogy emberek mennyire komolyan veszik a művészetet, mint olyan, és hogy de hát ennek a gyökérnek hogy lehet az a hogy Zsúdló? Hát én, látasz, bocs, én? én ebbe a táborba tartoztam. Igen, most már egy kicsit másként uh, állok hozzá. Én összetettem, amikor először elkezdtem látni a, 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 a te nevedet, meg az enyhet halni, és mondtam azt, hogy ez a csávó, az meg az elgáncsolja saját magát, hogy ilyen potenciál van benne, meg ilyen zenét tud csinálni, de hogy az meg Ségül nem hiszem, hogy fonetikusan leírja azt, hogy Jude Tehát, mm -hmm. ha 1999-ben lennénk, és a, a akarna valaki viccelődni, egy <laughs> kicsit ezt éreztem. Aha. Aztán most ha látom azt, hogy igazából az olyan, mint a a Borsz, hogy az is egy szar zenekar név, de, ja, hogyha jó, ja. de hogyha van mögötte valami, akkor az ember így megszereti, megszokja, Igen. és már hogy igazából külön. éli is egy kicsit. Igen. De benne azért volt ilyen, hogy őszintén gondokotta azon, hogy valami más nem ki magadnak? Nem, nem. Ennyire bíztál benne? Én nagyon bíztam Aha. benne, én meg, meg hogy nem is ennyire bíztam benne, hanem hogy inkább úgy mondom, ennyire leszartam. Tehát Aha. én, én pillanatig nem gondolkoztam azon, hogy most akkor jó, hogyha már túl sok hétet kapok, akkor mi lesz. Aha. Most volt egy pillanat, amikor uh, volt, egy, volt egy interjú, amiben a Begzoli kérdezte meg azt, hogy mi lenne akkor, hogyha a névtulajdonosnak a neve elhamisulna. Tehát mondjuk, hogyha a Jude mondjuk mondjuk valamilyen szexuális botrányba keveredne. Én meg így voltam mondom, hogy úristen, mert ezt még soha nem gondoltam ebbe bele. Ebbe éjszak, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó, jó kérdés. kérdés és, és, és akkor mit csinálnál? Fogadom. Akkor nem tudom, és így ültem, hogy Úristen, csak ne, csak ne, csak ne kerüljen bele, és akkor tudod így, de olyan aranyos embernek tűnik, remélem, hogy ő nem fog. Hogy jutottál el a Miskolci Inditronikától dzsurlóig? Hát szerintem annyira nem, nem, vagy én nem érzem, hogy annyira hosszú lenne ez az átjárható út, vagy hogy ilyen szerintem nagyon gyorsan oda lehet kapcsolni hozzám. magától a projektől úgy jutottam el, hogy amikor Hát, hogy amikor nem is azt mondom, hogy befejeztük, hanem így kb. elfáradtunk ebben uh -huh. a projektben, a Kovó közben, vagy az, az eddigi zenékben, akkor így abban voltam, hogy akkor elkezdtem, akkor, akkor tájt kezdtük el csinálni a Holdudvart a srácokkal. A Magyar brockhampton Igen, a Magyar brockhampton és akkor elkezdtünk csinálni, vagy elkezdtem egyre többet magyar új szöveget írni. Elkezdtem szemeket írni, és utána, amikor abba belefáradtam, akkor azokat elkezdtem átfordítani zene szövegé. Uh -huh. És akkor valahogy akkor jött, hogy hát, az már így adta magát, hogy a Hódudvarban két taktól, f 9 meg D-től kaptam egy beatet a születésnapomra. És akkor az és így már... Milyen a... szép, és akkor nagyon... nem volt csomagolva legalább a beat. És, és, rendesen úgy küldt át, hogy, hogy Marci boldog születésnapot csináltunk neked egy bítet, ennek alkalmából, és én így, Isten, de aranyosak voltak, ez nagyon jó. És akkor így az alap volt, hogy akkor annak neki állom, mm -hmm. tudod. És, és, és kb. kb ennyi volt. És akkor azt így megcsináltam, abban annak így nekiestem, azt írgalmatlanul rövid idő alatt valahogy megszültem, mert alapban bennem volt a vibe, hogy úristen kaptam egy beatet, ami az enyém, uh -huh. tudod, még nem volt például semmi ilyesmi. És, és akkor utána, utána az volt, hogy fú, mikor még kiadtam a baj leszt, és akkor, és akkor utána keresett meg Tembo, keresett meg, várjál, hogy volt, keresett meg. már, már annyira régen beszéltem erről, hogy már elfelejtettem, de hogy szerintem Szerintem rám írt, hogy valami ilyesmit, hogy csúmi, adom a cuccodat, vagy adom a bajleszt, és akkor a bajleszt elküldte. És akkor én így áborult ez. De a... ez, ez hogy történt? Mert azért a tembó, akkor a nézők nem tudnák, ugye hogy leginkább Bilex-nak a, a produccellekén szoktak ismenni egyébként. Igen, igen, nekem ő rémlik, egyébként más projektekből is nekem egyébként. De hogy hát a, a Bilex akkor már bőven volt valaki, amikor igen. te még csak részegen először röhögti azon, hogy judó. Hogy, ja, ja. hogy, jutott el hozzád egyáltalán egy, egy ilyen producer? Hogy... Szerintem, hogyha jól visszaemlékszem, kurva vicces, de annyi vagy szerintem, hogy bekövettem. Aha. Szerintem bekövettem én. És lesztálkolt. Tán... Igen, és akkor lesztálkolt, és akkor utána már, és utána rám hogy adja a cuccomat. Én meg így, hogy jó, Úristen, tehát én, én iszonyatosan szerettem már akkor a itt, tehát hogy de senki se cuccokat, és mindig úgy Ugye? hallgattam, hogy így, Úristen, ezek de jók, meg hogy de jó lenne, meg hogy valami ilyesmit szeretnék Aha. én is csinálni, és akkor, uh, akkor azért picit eldobtam úgy magam, magamat, és, uh, és akkor utána egyből megdumáltuk, hogy nem lenne kedvem mondjuk valamit csinálni uh -huh. együtt, és akkor mondom, hát Jézusom, persze. És akkor akkor még ez egy ilyen egyszerű dolognak tűnt, tudod, hogy mondjuk ad egy beatet, vagy uh -huh. átmegyek zenélgetni, és akkor abban megnézzük, hogy mi lesz, és átmentem, és akkor én annyira az első perctől kezdve annyira jó energiák voltak, meg annyira itt tudod, meg volt a kémia, uh -huh. hogy kb. attól a pillanattól kezdve így mondtuk, hogy úristen, ez de jó. És akkor onnantól kezdve ez így, ez így megy. Én komolyan is kocon értél? Nem, ]iben? nem, 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 akkor már itt voltam. Fel. Suliba fejöttél egyetemre? Igen, 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 igen. Hova, igen. jársz még suliba? Nem, már nem járok. A mestert, Elvégezted? El, 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 a mestert nem. Mester, az eltére mentem, amúgy végeztem alapon, Aha. és, és utána mentem még eltére ilyen... Hát hogy HR-re. HR, HR uh, mi volt a szaknak a neve? Fú, emberi erőforrások tanácsadó, vagy valami ilyesmi. Aha. Figy. És Mi a sok zen... hip-hopban mozgó arcnak van közgazdász diplomája, azt hiszem a betonofés és ez pont a legutóbb az adásban. Igen igen. igen, 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 Te se kezdtél el semmit, mi? Uh, uh. Szinten de... Uh, hát, vagy hát onnantól kezdve, hogy még felkerültem Pestre, folyamatosan gyakornokoskodtam, főleg multiknál, meg ilyen rekrúter cégeknél, tudod. Aha. És akkor az volt, hogy... Um, hogy köszönöm, hogy, uh, hogy azért ott, ott, inkább kamatoztattam meg, hogy folyamatosan akkor bennem volt, tudod, hogy futabb lábon kell állni, meg, izlén, meg azért vigyázni kell arra, hogy minden meg legyen uh, bármilyen szinten, és akkor mit tudom én, kb. kb. két hónap ezelőtt azt két hónap ezelőtt hagytam ott a polgári állásomat. És Ezt akkor... szakadt a neked amúgy voltak a polgári állásod? Persze, a... a... hát az? muszáj volt. Hát uh, a legutolsó az egyébként, nem tudom, mondhatok cégnevet? Cég a Bosnál voltam egyébként marketing, hát ilyen employer branding gyakornok. Aha. Az is HR-en belül, Aha. csak egy picit olyan tudod, ilyen uh -huh. márka-related uh -huh. cuccok. E, azt hiszem, hogy nagyon szerettem. De főleg azért szerettem, mert ilyen nagyon-nagyon imádtam a munkatársaimat, mert hogy azért ilyen nagyon támogató közeg volt, uh -huh. tudod. És, uh, és azt így éltem. De persze hát onnantól kezdve, hogy feljöttem, muszáj volt Aha. dolgozni, mert hogy nem tudtam volna fent És akkor ez nekem mindig oké vagy volt, mert mindig tudtam a kettőt egymás mellett csinálni, hát nyilván addig, amíg nem lett ennyi minden. Most ennyire jól megy? A judló ennyire beindult, hogy, hogy, hogy 22 évesen azt mondhatod, hogy most csak ezzel fogsz foglalkozni, ja, és ja. ott a polgári melót, és ennyire igen, bevált. Igen, igen. volna? Hát nem. Nem, 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 az, hogy te nem. Elbe, hogy nem, hogy hogy nem, nem, nem tudtad azt, hogy ez működni fog? Mert, mert benned én azt éreztem már az első számoknál, Aha. amiket találkoztam vele kapcsolatban, hogy te az a légkarcok egyike vagy, akik pontosan gecire vágja, hogy amit csinál, az működni fog itthon. Hát egy éve már vágtam. Egy Aha. éve már, már, éreztem, hogy ez valószínűleg működni fog, de azért, hogyha még két évre megyek vissza, akkor még nagyon nem. De ez hmm. mondjuk szerintem inkább ilyen személyiségfüggő, hogy, hogy nyilván ez, 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 mondjuk nem, nem úgy jön le a felületeken, vagy nem úgy jön le bármilyen zenén keresztül, de hogy én tipik az a forma vagyok, aki inkább szereti ilyen nagyon, nagyon rossz oldalról megfogni, és nagyon pessimista oldalról megfogni ezeket a dolgokat, és akkor, hogyha pozitívan fordul ki, akkor meg majd ez majd. Ennyit is Én, akkor én is pont ilyen vagyok egyébként, hogy ha a legrosszabb a számít, azt mindig, akkor tuti nem fogsz csalódni, bár, igen. bármi történik. Igen igen, 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 A... Tenni az egy millió fontos kérdést igazából, mert muszáj. Mm. Meddig szeretném még csajozni a zenéddel? <laughs> Fú, ez, az, ez, ez, egy, figyelj, ez azért mondom egy kicsit, mert hogy az adás előtt mondtam a Marcinak, hogy a, a feleségem leginkább, legjobban azt szerette volna, hogyha a judo egyszer eljön valamelyik adásba. És uh, mielőtt az adás összejött volna, otthon nyilván hallgattuk az új lemezt, régi lemezt, és így arra, azon kaptam magam, hogy a feleségem bejön, és így énekli a szöveget fejből. Uh, és hogy így az van, hogy szerintem a tezenéd az tényleg rezonál klasszikusan a popzenét mindig felemelő közegnél, a lajongó lányoknál. Yeah, yeah. Viszont azt is érzem egy csomószor, mint hogyha te is kicsit tisztában lennél ezzel, és kifelé is azt kommunikálnád, hogy szavaztok, lányok, itt vagyok. Uh -huh. Ezt jól érzel? Lehet. Aha. Lehet, amúgy nem tudom, valahogy én erre soha nem játszom rá direktben Aha. egyébként. Népszerű csávó voltál csajoknál régebben is? Uh igen. <laughs> nem tudom, hogy ez hogy fogja meg, de alapvetően igen. De hogy akkor soha nem értem, így visszagondolva nem értem, hogy aha, miért. Aha. Tehát, hogy fogalmam nincs, hogy miért. Tehát, tipikusan az volt, hogy azért 500%-kal nagyobb volt az egóm kb. Mm -hmm. mondjuk gimiben, vagy, mm -hmm. vagy, az azelőtt. És azért fú, hát azért nem, 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 nem feltétlenül tudom, hogy miért mm. történt a, 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 ez, a, ez, a, dolog, de, de hogy soha nem használtam, vagy soha nem, nem úgy ültem le, vagy várjál, de ha, hát, most majdnem hazuk Volt olyan, hogy úgy döntél le, hogy ma most írok hogy olyan dolat, hogy minden csatnak kapott. Biztos, hogy volt ilyen, Nem, 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 nem is olyan, hogy most volt egyébként még egy ilyen, egy ilyen move, amikor a klubival csináltuk most a közöset. Na, most, az, az, az ezt akartam felhozni. Hát ott konkrétan egy kétfős Backstreet boys játszottok. A, a yeah, quit, yeah, playing, yeah. playing, Games mm. With My Heart című Backstreet Boys <laughs> valaki megnézi, ahogy fehér ingben, az esőben az, az. húzogatják az ingüket és mutogatják a, has, a hasfalukat. Igen, igen, igen. Annyira ilyen vibe van annál a klipnél. Ahogy a azt, azt, azt is, is a fel is van az... Igen, szándékos volt? Persze persze, 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 Arra ah. nagyon rá akartunk el. Ah. Hogy Aha. az jöjjön. Mondjuk ez picit, ez picit szerintem, vagy nálam mondjuk egy picit a izéből jött, hogy a, nekem a Silksonic az most nagyon uh -huh. tetszett, az valahogy nagyon, az nagyon elkapott vibe és akkor utána próbáltunk ezen a vonalon menni, amikor beszéltük beszéltük Krisztel, hogy akkor milyen irányba csavarjuk ezt a dolgot, és ugye ő hozta először, hogy akkor nézzük meg ezt a, ezt fogjuk meg egy picit más oldalból ezt a, ezt a csajozós témát, és, és, és én nagyon örültem neki, mert hogy, mert hogy de soha nem tudtam mondjuk olyan szinten azonosulni, vagy úgy csajozó szöveget csinálni, ha ezt csajozó szövegnek lehet hívni, hogy nem tudom, itt a pénzem, te meg kurva vagy, vagy nem tudom. De ne nyilván ne, a... A, a... te csajozó szövegeid azok nem olyan, mint hogy, hogy egy gangsta Zoli Igen, nem inkább hát? arra gondolok egy picit, hogy, hogy hát azért hogy is mondjam, hogy itthon, ha most megnézed, hogy milyen pop vannak, Viszonylag ritkán látsz valakit ennyire őszintén megnyílni és érzelmesnek lenni. Ami, érted, a, a, a lányok azért sokkal folyékonyabbak általában az ennyire őszinteki kitárulkozásra. Persze, jaj, hát és a hét kommenteknek a 90%-at biztos, hogy faszít. Na ezt, ezt mondom, biztos, hogy igen, ezt mondom, hogy, hogy akkor te ezt tudod egyébként. Persze, Aha. persze, de hát én ezt imádom, vagy hát szerintem ez, ez tipik ez a nem tudom, tehát hogy a toxikus maszkulinitás az nyilván az nálam a kommentekben az nyilván, ilyenkor elő tud csapni, Aha. hogy én miért mozgok úgy, miért mutogatok, miért van rajtam gyűrű, miért, bármi. Uh -huh. uh -huh. Én ezzel tisztában vagyok, most már régen nem annyira vágtam, hogy ezek miért vannak, vagy hogy, hogy, hogy ez, ez, ezt miért mondják nekem emberek. De most már ezt értem. Ez? Nem tudom, hát szerintem azért például a Fú, a, pszichológusom mondta amúgy múltkor, vagy. <gül> <gül> no, egész hamar eljutottunk a, igen, 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 igen mély beszélgetésekhez. Ő mondta azt a múltkor, ami így először ültem, és nem tudtam, hogy ez most én ezt hogy értsem. Hogy mondta, hogy Marci, neked annyira női lelked van. Én meg így ültem, hogy... Tasson, hogy nem tudom, most erre én mit reagáljak, tudod? És akkor utána kifejtette, hogy igazából miért, és kebbi ő is ezekre, kb. arra, kebbi, amit te mondasz, hogy a dalszövegében ez mennyire ez az érzelmesség azért kitűnik, kebbi ő is ezt tudja mondani, vagy ő is így fogta meg. És, és ja, és azt mondjuk egy idő után meg már én nyilván hát elfogadtam meg, hogy ilyenkor megértettem, hogy ahogy ez ennyire látszik, hogy ahogy ez ennyire, ennyire így kijön. Uh -huh. Szóval ez nálam például egy olyan dolog, ami tényleg kebbi most tudatosult bennem, hogy ez ennyire, ennyire kitüremkedik, uh -huh. tudod. Úgyhogy ez ilyen, ez egy ilyen fura dolog, de, de élvezem, hogy hát engem egyáltalán nem egy, semmilyen szinteken. Nem ijesz meg, hogy most, de. amikor így ennyire felkapott lettél, egy kicsit úgy, úgy így befelé, befelé húzod egy kicsit, és kevésbé akar minden kiadni magadból? Nem. Nem, pont ellenkezőleg Aha. egyébként. Tehát nekem pont az, az, tetszik, vagy hogy az most kezdett el tudatosulni, hogy ez mondjuk, ja, hogyha ez ennyire feltűnő, ja, hogyha ez ennyire fura, akkor inkább azt mondom, hogy hát akkor csinálom, hát akkor baszki, hát akkor mert én, egyébként én... ez fog működni nyilván, mert ja, hogyha azt ja, kevesen csinálják itt, van, akkor azt nem is tudom, a pont a kolorádos beszélgetés, a bajdai pont a pont azt, hogy egy csomó előadó azt mondja el mindig, hogy megnézzük ki most a menő, vagy ki az, aki sikeres, akkor ugyanazt És csinál, mint pészt. ő. Ja, ja. Csak közben azon a tónon már ül valaki, azt nem fogod letolni, onnan Igen, inkább csinálj a saját ront. Ez is az, Igen, az Igen. Egy picit, hogy egy hogy inkább szeretné olyat csinálni, amit ami, ami, amit nem. Csak ezt azért kérdezem, mert az a mostani lemezeden a Szörnyet el, érzek már olyan dalokat, ahol, mint hogyha te magad is így jeleznéd, hogy amúgy az által kreált zenei világból úgy nagyon szeretném meg kicsit kimozogni. Aha, aha. Ezt jól érzem? Best a a de... meg az anyám, amelyik a az szám, anyám mondta? Anyám érges. Anyám érges, igen. Igen, igen, igen. egy ilyen már-már rokkosabb, balladisztikusabb ja, dolog. Anya próbálok élni, ahogy tettek Mások a látszín, de másnak, mint az emberek De a begzolés meg aztán full olyan, hogy tök más. Persze. Nem fáj semmi, most minden el. Ezt jól érzem rajtad egy picit, hogy, hogy ettől a mindig treppes hangzásnak mondjuk, tudod. Igen, yeah, yeah, persze, persze, Amíg ha most már a mainstream pop zenének ez a hangzás. Igen, mi? igen, igen. Hogy ettől te egy kicsit szeretnél erőteljesben elszakadni? Hát figyelj, igen, de ahogy szerintem ez egy tök természetes folyamat. Vagy szerintem ez meg tényleg nem, nem, mondjuk itt most nem, nem tudom, mondjuk tényleg, tényleg, én specifikus, hanem mondjuk azt éreztem, hogy oké, akkor csináltam valamit, most nem tudom, meddig csináltam. Tehát mondjuk két éve van kb. a Judlo projekt, mondjuk a két évben csináltam valamit. Két nagy lemezt, ami amúgy elég durva. Igen, igen, igen. Tehát de vagy akkor azt éreztem, hogy most meg már plán, amikor az van, hogy bármihez nyúlhatsz, meg bármi megcsinálsz, hogy én most már tényleg ilyen a lerültünk neki a lemeznek, akkor már nem akartam, vagy azt akartam, hogy igen, akkor, hogyha vagy nézzük már meg, hogy ilyet tudok-e csinálni, vagy hogy ilyen működik-e tudod. e a... a 1975 gó hogy akkor most na, akkor szeretnék egy kicsit valami hasonló szerű dolgot csinálni? Hát nem, 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 nem. nem mondjuk azért a szám az kicsit más, igen, azt aláírom, hogy az kicsit más van, de hogy én ezt éreztem, mintha a hangszeres rockzenekaros igen, igen, egy igen, igen, egy igen. picit most úgy jönne elő. Igen, bár azt hozzá kell tenni, hogy ebben azért nagyon nagy influenza van a tembónak. Aha. Tehát, hogy ő azért, azt az, az mindig tudni kell, hogy amikor ezekről a, mondjuk ilyen szintű zenei újításokról van szó, szóval mint mondjuk akkor, nem tudom, a UK Garage vagy mondjuk a, a Begzol is, vagy bármi, akkor amögé akkor oda, oda kell képzelni a tembónak a fejét, uh -huh. ahogy itt kattog, hogy akkor úristen, hogy legyen, mint legyen, mi, uh -huh. mi legyen az izér. És hogy azért, mit tudom én, nála két ilyen dolog van, ami felé mindig nagyon, amióta ismerem, tudom, hogy nagyon-nagyon húzott Aha. a szíve, az egyik az mondjuk a UK Garage, a másik meg a Punk Rock. Aha. És egy kényelmes volt? Egyébként igen. Egyébként igen. Ö... De hallgattál pánkot te valaha? Hallgattam. Mit? Hallgattam. Fú, már most próbálok visszagondolkozni. Egyébként azért hallgattam, mert nekem a nővérem folyamatosan, vagy hogy ő, ő, ő mindig rokkot hallgatott. Öh, hát Blink van éti kb. Aha, Tehát, aha, hogy én nálam, nálam, kb. ez a vonal volt, ami, ilyen nagyon, ami, ami amit folyamatosan tudtam hallgatni kiskoromban. Aztán ez utána gyorsan átfordult a de egyébként meg mindig nagyon szerettem, vagy hogy mindig szerettem ezekhez egy picit visszakanyarodni, mm -hmm. meg ebbe így bele, jobban belefordulni, de szerintem a UK is volt egy picit elsőre idegenebb terep, vagy mm -hmm. a UK hangzás. Akkor pa a para UK. ugye az a szám? A... Igen, igen, igen. Ezt pont mondtam a Martinak az elsőt, hogy nekem amúgy az a kedvenc zsugló számom, pontosan azért, mert még én, én two step hívtam. Two step, ez yeah, már. Yeah. Le, lehet, hogy az. Akkor én mondtam, jó, menj akkor az ez a az 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 olyan, 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 olyan nehéz mindig eltelj, yeah, 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 yeah. Nem mondom el, hogy melyik volt az a vendégem, akit egyszer megkérdeztem, hogy te figyelj, A Drill meg a, a Grime között, amúgy pontosan mi a különbség. És akkor azt mondta, hogy elmondom adás után, adás után figyelj, én is tudom. Pontosan. azt mondom, az egyik később van. a ezért nem mennék ebbe bele, de hogy mégis kicsit visszatérve még a, még lemezhez, meg ahhoz, hogy, hogy én érzem azt, hogy egyrésztről, mint a kicsit úgy szeretném másfelé menni, szóval másrésztről azt is érzem, hogy, 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 hogy mintha tematikailag nem éreznék akkora nagy különbséget a fotofóbia meg a szörnyetek között. Mint hogyha hasonló érzelmi zsákból pakolnák ki a dolgokat az asztalra, mind a kettőnél lesz. De jól látom? Hát figyelj, szerintem igen. De hát figyelj, ez, ez meg olyan, hogy te azt érzed, akkor meg, akkor meg az a valéd a te hallgatói ha. szemszögetből. De az emberek, hogy, hogy mit gondolnak az emberek a zenédről? A de érdekel, mindig érdekelt. Uh, csak most már tudom, nem tudom, tudom csoportosítani, vagy már tudom szelektálni azt, hogy mondjuk én abban mit használok fel uh -huh. bármilyen szinten, uh -huh. vagy mit, mit, fogadok be. Uh -huh. uh, egyébként igen, de hogy ebben meg hazudnék magamnak, hogyha erre nem azt mondanám, hogy mondjuk hogy baszki, a, a mivel karanténba adtam ki az első lemezemet, és karantén alatt csináltam meg a második lemezemet. Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, hogy... Nem volt igazi sikerélmény ez? De volt sikerélmény, csak hogy tudod, igazából az volt, hogy azért a, maga a, nem is az, hogy az alkotói folyamatok, mert az nagyon sok változott, meg ott tényleg az volt, hogy azért folyamatosan, mit tudom, én is elmélyültem abban, amit csinálok tempóval, sokkal jobban tudtunk egymásra figyelni, meg kb. megnéztük azt, hogy mi működik, meg mi nem kettőnknél, de, de hogy alapvetően az, tehát úgy, úgy, az maga az érzelmi töltetből nehéz, nehéz új dolgokat a zsákba pakolni, hogyha hogy hogyha még a covid -a -ot, aha, ott ülsz. Aha, tehát aha. Egy, Ez biztos, hogy benne van. Ö, Igazából annyi volt, vagy hogy ami, ami szempontból viszont más, hogy nagyon igyekeztem, amit nagyon igyekeztem más oldalról megfogni dolgokat. Tehát mondjuk egy picit más, fordítani rajta egyet, kicsit másféle megszólalni ebben abban a témában, kicsit Kicsit más sötétebb a szörnyetek. Igen. Azt, aha, azt, azt akkor jól érzem egyébként, hogy, az, hogy a, igen, a fotofóbia igen, az igen. képest a kicsit sötétebb lett. Igen, igen, igen. Depressziós igen. voltál -e a pandémiás időszak alatt? Rád ez szar volt? Ö, hát volt olyan időszak, amikor nagyon. Aha. Volt olyan időszak, amikor nagyon, az az volt, amikor tudod, ugye nálam ez a tipik az a szar volt, hogy hogy azért volt egy időszak, amikor kb. bele akartam őrülni, hogy, hogy tényleg már itt voltam ennyire, hogy akkor elinduljanak a mm -hmm. koncertek, és akkor nem, és akkor sztornom minden, akkor utána megint ott voltam, hogy elindultam egy rövid időszakra, akkor ott volt hat kemény koncert, akkor ú, ez de jó, és akkor megint off. Aha. Tehát, hogy ott azért volt egy ilyen nagy oda-vissza arcon csapás, mm. hogy akkor mi a fasz történik, meg, meg az egy nagyon fura ambivalencia volt, hogy akkor mellette én toltam, az, azért, toltam a, a, a munkámat, minden reggel nyitottam fel a kis laptopomat, jelentkeztem be meetingre, és akkor közben meg a másik gépről meg igazából csináltam a többi és tusztokat, tudod? Tehát, hogy ki volt a megtalált, beállt egy ilyen, egy ilyen skizó vibe folyamatosan, hogy akkor én most ezt csinálom, de amúgy közben meg válaszoljak erre az e-mailre, mert ha nem válaszolok, akkor mi lesz? Szóval ez, 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 ez maximum szerepet játszott abban, hogy azért volt, amikor nem éreztem túl jól magam. Mm -hmm. Kicsit visszatérve még a, a hangzásra, meg a műfaj és vel a a kapcsolatban egy csomószor felmerült az bennem, hogyha hogy egy Magyarországon egyedi hangú fiatal énekes, aki nem valami X-faktoros zsélistás arc, az valószínűleg, hogyha egy rapper lenné, gyakorlatilag minden lemezhez legalább egy feat-hez felkérném. Viszont te ahhoz képest szerintem nem válasz olyan sok közreműködést, amennyit én vártam volna. Én azt vártam tőled, hogy feltűntél, ez megvan megmond ez a jelenet, hogy baj van, ha, igen, a baj van, hallottam először talán. Baj lesz. A oh, baj lesz, bocs, igen. Baj lesz. E, és mondom, fú, na, fú most az a következő öt évben minden rappernek ez a Csáó fog majd énekelni a számaiba, mert hogy na, neki van egy jó hangja, de hogy kicsit repelni is tud, és hogy ez gyakorlatilag ahova kell egy, figyelj, de kéne egy jó énekes, akkor majd hívjuk yeah, a yeah. ez. Viszont ezt nem láttam, hogy megtörtént volna. Szándékosan? Vagy nem kerestek igen. azért olyan sokan? Szándékosan. Szándékosan. Hát valahogy ott fordult át, Hát nem a baj lesznél egyébként, azért ott még nem kerestek túl sokan, uh -huh. hanem igazából az első lemez után. Uh -huh. Tehát ott volt az, hogy akkor tényleg az volt, hogy akkor egyre több, egyre több fit felkérésed, meg egyre többen kerestek meg. És akkor amellett, hogy amúgy nagyon örültem neki, meg hogy tényleg olyan formák kerestem meg, akikkel így nagyon, akiket amúgy most mind mindegy, hogy zenéleg, emberileg, de, de, nagyon szeretem Aha. őket, meg minden. De hogy ö, ott fordult át valahogy, hogy, hogy nem tudom, tehát hogy hogyha mind, mindig a zene dönt, és hogyha, hogyha nem tudok ráülni egy cuccra, akkor arra bármi van, nem tudok Aha. ráülni. Tehát, hogy több ilyen volt, mint, mint amilyen nem ilyen volt? Több. Aha. több, 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 Hát főleg ilyen volt Aha. igazából. És, és akkor ez egy ilyen fura dolog volt, amikor ez így átfordult, mert szerintem ez minden, ez minden induló előadónál ez főleg megvan, tudod, hogy azért várja ezeket a dolgokat. Persze. Mert, hogy azért, azért nagyon szeretne, Megvannak ezek a képek, hogy ú, hát ha ő felkérne, hát úristen, hát akkor leszopom magam, hát csak hagyj fételhessek. Ki, a, a, ki az, a, az a név, amit a fotofóbia előtt, ha ezt a kérdést feltettem volna, és egyből rávágtad volna a nevét? Hogy na, ha ő felkér, akkor én tudja összepisülni magam. Fú. Hm. Fú, most szerintem ilyet nem tudok mondani. Kapásból. Zoli? Uh... Hát arra, hát az, az nem. Aha. Az nem. Az, hogy ő felkért, ő kért volna fel, akkor be is szarok, nem tudom, hogy az, hogy akkor a durva dolgok lettek volna. De hát nem tudom, nem, 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 is akarok nagyon megnevezni ilyet egyébként, de, de, de tényleg az volt, hogy egyszerűen egy idő után így átfordult, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy tényleg igazából a zene van előtérben, és nem, nem akarok azért fítelni. Vagy igazából ez az attitűd cserélődött meg, hogy hogy nem, nem, most nem azt mondom, annyira figyelnék arra, hogy akkor fu, a mit szólnak, hogyha mondjuk ezzel vagy azzal fitelek bármilyen uh -huh. szinten. De hogy tudod, ez amikor már észrevettem, hogy elkezdődött kialakulni mondjuk egy olyan dolog, amit te mondasz, hogy akkor ez a, ez a ez, a, nem tudom, ez az én márka valamilyen uh -huh. szinten, ez a judo márka, akkor abba most még piszkosul nehezen engedek be arcokat. Mert azt akkor érzem, jól érzem hogy... akkor, hogy ezt a Igen, ha? igen, Erre igen. Igen. igen, mert hogy valahogy azt érzem, hogy, hogy tényleg hogy félek, hogy túl könnyen elbaszom, vagy túl mm -hmm. könnyen tud, tud ezt csorbulni, Aha, tudod. Elhasználod magadat. Igen, igen, mm -hmm. igen, és ezt meg nem akarom, vagy azt akarom, hogyha meg bármikor megtörténnek ilyen kollabok, akkor azok tényleg úgy történjenek meg, hogy az akkor az akkor tényleg az, az mm -hmm. akkor tényleg meg kellett történnie. Például ezek a fitek is tök jók voltak, amik mondjam, most elkerültek a szönyetekre, hogy mindegyiknek úgy ültünk neki, hogy nem az volt, hogy akkor oké, okay, mondjuk én felkerestelek titeket, akkor mi akkor innentől kezdve fix info, hogy fítenünk, Hanem ja. mindig az volt, hogy nézzük meg, hogy ez működik-e. Nézzük meg, hogy nekünk kell-e hogy uh -huh. hogy meg kell, hogy, szüle meg kell, hogy szülesen -e ez a dal. Most nem tudom, hogy mondtad, de hogy igen. Uh -huh. És hogy és ez egy ilyen tök jó, tök jó hozzáállás volt, ami nekem tök új volt, mert ugye ilyet még nem hallottam például, uh -huh. meg én sejtettem még ki ilyet a számon. De... Igen, de... kevés a, a kollab is a lemezeiden. Igen, igen, igen. Ahol szám van rajta. Igen, De azért Azt, lehet látni, és nekem külső szemmel, hogy azért egy jól behatárolható kör dolgozó egyébként azért a Krubi, a Liafrak, a Kapitán. ugye a Toldi az a kapitány már igen, 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 igen. Azt nem a legjobb verzéd egyébként. A refrénet. Azt úgy a legjobb, hogy az nagyon más, mint az összes többi zenét. Szóval annak, annyira a tök más a vezetése, meg az egész ilyen, ilyen szétesett, szétbulizott annak vakália, jaj, jaj, jaj. De hogy azért ez egy, ez egy, kb. egy kör, te igen, hozzá, hogy ez Lil Frak, Márty, ez egy, egy, egy előadói per haveri Akkor te is azt mondod, hogy picit, hogy azért ebben a körben otthonosabban mozogsz, mint mondjuk tegyük fel a Begzoli féle alternatív körbe. Hát biztos, hogy otthonosabban mozgok, vagy az első körben biztos, hogy kényelmesebben Aha. érzem ott magam. De amúgy meg, Amúgy meg nem, nem határolom be így, de ilyen mm -hmm. szempontból, tudod. Hanem tényleg csak az volt, hogy mondjuk amikor mondjuk a Jorgosszal fíteltem, vagy Mátival fíteltem, akkor a tényleg az volt, hogy hogy meg, meg, meg ez mindig valahogy így van, hogy, hogy akkor tudok fételni valakivel, akkor tudok bármit csinálni, hogyha már mondjuk ő a kb. baráti viszonyban vagyunk. Aha. Hogyha tényleg nagyon megvan ez a kémia. És akkor ott náluk is ez volt, meg, meg nyilván szeretem a Máti, meg a Jorgosz utcait is, tehát hogy én tök, tök, tök jó srácok. De én a szempontból ez nem volt egy olyan kérdés, hogy akkor most azt fú, ezt nem vállalom, mert nem tudom beilleszteni egy uh -huh. zsúdó vagy bármi ilyesmi. De hogy ez meg, ez meg nyilván, ez, ez ilyen, de hogy alapvetően meg, meg soha nem kategorizálom be akkor erre, hogy jó, én akkor ezekkel a srácokkal, akikkel kb. egy időben indultam, uh -huh. meg kb. egy ilyen, nem tudom, zenei szocializációs közegünk van, akkor abba turkálok, meg abba uh -huh. válogatok, hanem ami, 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 ami. Neked a mai kúrens hip-hop tud még adni újdonságot? A magyar? Akár. De nem csak a magyar, hmm. egyébként a, a nemzetközi is gondolok, mert, mert én például a személy szerint is, mert több adásból is elmondtam, hogy amennyire rohadt izgi volt a magyar treppet is így fel, felfedezni, annyira érzem azt, hogy mind magyar szinten, mindenki nemzetközi szinten egy az, ezért kezdtem mindenki szerint poppánkot csinálni most. Persze, így, persze, az persze. az MGK-nek is mennyire tának. bejött egyébként. Igen, nem Nagy, nagyon rossz az a lemez. Vagy nem, aztán vannak a jó pillanatok, hazudnék használni, hogy nem. Szerintem de, hogy, is, igen. De hogy viszont, ha már én már kárról beszéltünk, kurvára bevált neki. Igen, Márhogy igen, igen. Erről a polcról, erre a polcról rakta fel, és még megőre fogsz, összejött neki. Szóval, hogy... Na de hogy ezt mondom, hogy én ezt azt érzem, hogy maga a hangzás az úgy elfáradt, és ezért akartam, azért akartam maratolni a beszélgetést is, hogy, 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 az hogy a szörnyetegnél is, hogy te már egy kicsit más műfajokkal kokettelsz egy picit, hogy, hogy ezzel vagyok el hogy te például most miből inspirálódsz, mert hogy nekem olyan érzésem volt ezen a lemezen, hogy már nem feltétlenül Travis Scottot hallgatsz egész nap, mint ahogy a te korosztályban szerintem mindenki átment egyszer ezzel. igen <coughs> ja, ja, persze. Hát ja, nekem mondjuk már a, a szörnyeteg előtt jóval nagyon uncsi lett, mm. alapból a trap. Mm. Ö, meg hogy a trap az például tényleg, amúgy tényleg kb. csak azt tudom ismételni, amit mondjuk beszéltetek a Krúbival, tehát hogy, hogy tényleg ez a, ez a hatása, az kurva jó. Tehát, mm. hogy a, és, és én szerintem az elejétől kezdve én inkább úgy láttam ezt a trepet, hogy ez nem lesz egy olyan dolog, ami így megáll a lábán. Tehát hogy, vagy nem is azt hogy megáll a lábán, hanem nem lesz egy olyan dolog, ami csak, csak így fog tudni mm. működni, hanem az, hogy tényleg, hogy olyan szinten becsorgott mindenhova, meg olyan szinten, vagy olyan jó kisújításokat újításokat tudott hozni a pop zenébe, vagy bárhova, ami, 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 meg most tényleg tök, tök, sok, tök tudunk belőle kamatoztatni. Mm -hmm. Tehát, hogy ezek ilyen jó dolgok, de azt, hogy most már csak meghallgassak egy trap zenét, az az, 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 off. Viszont egyébként a, a, például például az nagyon, nagyon érdekes, amit mond, hogy, ez a, hogy, hogy, Travis Scottot nem hallgatok. És egyébként például néha hallgatok Travis Scottot. Akkor az a pont mellé lőttem, jó? mondtam, hogy egy millió másik ember mondhattam volna, hogy pont ja, De, de, de mondj, az a vicces, hogy, hogy, valahogy nála is azt érzem, hogy most bár még, mit tudom én például a legutolsó cucc, hogy ezek is trap cuccok, de hogy valahogy Valahogy nem úgy trappek, hmm. tehát hogy valahogy így minden, ezek a, ezek a -trap is valahogy kanyarodnak el egy ilyen, egy ilyen, fura irányba, remélhetőleg, én nagyon bízom benne. De például van egy előadó, aki, aki viszont tényleg kötrepet csinál, a Roddy Igen, igen, igen. Én például igen. Őt, őt, imádom. Te de azt vagy... ez, ez a meló, ez a, ez ez a dallamos trap egy igen, kicsit, igen, ugye, igen, az, igen, az igen, az igen, a rádiós trap zene egyébként. Ja, ja, ja. De mondjuk neked egyébként, mondjuk, figyelj, apropó, te ezt tartod magad? Igen. Mert szerintem is az vagy egyébként, hogy, hogy tudod, sokszor szoktak a rappernek, hírni téged, Hú, meg, hát meg, meg szóval adónak, meg ilyesmi, de szerintem igazából itt az a probléma, hogy egy csomó ember azt gondolja, hogy popzenész csak olyan ember lehet, aki a Megasztárban él. Ja, 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 persze, számbalt, persze, és persze, 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 itt persze. On, Mindig megvan egy pici egyébként nálam például a te pont az volt, nem szó, hogy pont azt mondtam a csajomnak is annak idején, hogy Na bassz meg végre egy csávó, aki felvállal popzenész. Ja, 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 ja. Igen, igen, igen ez nem igen. zavar ez a, ez, a, ez, a, ez a label. Egyáltalán nem. De vicces, mert azóta már sokan felvállalták. Tehát azóta meg én, ha látok embereket, Aha. akik azt mondják, hogy hát ők popzenét csinálnak. De amúgy a, a repzenét, vagy az, hogy azt mondják rám, hogy rapper vagyok, azt így tehát azt utána meleg van. És az kb. És ezt próbálom úgy, tehát, hogy, úgy hogy, ne hangozzon cringe de hogy a, 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 tényleg a rapperektől kérek elnézést, akik tudnak repelni, azoktól kérek elnézést, hogy engem repelnek. tudsz repelni? Nem, de hogy tudsz. Aha, aha. De hogy, hát én nem. Tehát, hogy az, az tényleg, te? Valahogy én azt hiszem, hogy attól iszonyatosan távol állok, és azért az ilyenkor nagyon furán, amikor ezt így próbálják rám húzni. Uh -huh. De közben meg megértem, tehát hogy közben megértem, hogy ebben a magyar közegben ez miért ez a... Ez a van, hogy úgy éneklek, vagy úgy ilyen dallamos rep dolog, vagy igen, bármi. Igen. De hogy azt én, meg, azt én meg pont nem repnek, vagy én azt pont nem repnek látom. De most, ha valaki annak látja, hát a szíve joga csak, hogy... Kicsit az lehet nem a gond, hogy, 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 hogy annyira ragaszkodik még egy bizonyos közeg ahhoz, hogy minden rap, amiben igen. A, igen, az, igen, az, igen, az, igen. Az, nem veszik észre egy csomóan azt, hogy az, a, a popzene univerzális nyelve már nem a rockzenei alapra igen, igen, dolog, igen, pontosan, hanem a hip-hopra. Hip pontosan, hiszen ezért nem értik ezt. Igen. E, azt észrevettem most, mikor beszélgettünk, hogy nagyon sokszor, nem nagyon sokszor, de párszor így felhoztad a hétöleket, meg a, meg a hétet, mint hogy uh -huh. a gyűlölködő kommentek. Sok ilyen negatív visszajelzést kapsz -e, szerint? És, so és sokat foglalkoztál ezzel régebben? Régen sokat foglalkoztam. De úgyhogy így otthon örlöttél, és, és igen, így igen, görgetted igen, magad igen, előtt, igen. és így megírtad tiszta hogy a kurva anyád, aztán inkább kitörölted. Nem, olyan soha nem. Uh, sőt, görgetni sem görgettem, mert azért nem tudom, például nálam tipikusan az van szerintem, hogy a projektnél ilyen tök egészséges szinten jönnek a hét uh -huh. kommentek, tehát hogy... Hát hogy tudnak az egészséges szinten jönni a hét Hát hogy az a muszáj, hogy legyen, nem tudom, vagy, vagy 20 vagy 30 egy uh -huh. klip alatt, mert különben akkor az ilyen, az, ilyen, az nem vált ki, tehát muszáj, hogy kiváltson uh -huh. ilyen érzelmeket is, mert vannak uh -huh. azok az emberek, akik várják, hogy erre látszunk uh -huh. annyira. Tehát én is már látom már kb sok ilyen van, de hogy már néha felismerek olyan kán neveket, akik, Aki tudom, mindig ott vannak. Bárs, akik tudom, hogy csak azért iratkoznak fel rá, meg csak azért követnek, hogy minden izé képen meg klipem alá írják ennyi, hogy kurva nyelv. Tehát, hogy kb. ennyi. És én ezeket szeretem, tehát, hogy ezek szerintem kurva jók, mert hogy, mert, hogy ez meg kell. És én ennek ezt már így megszoktam, de például régen, régen tipikusan az volt, hogyha olvastam egy hét kommentet, vagy olvastam egy olyat, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy hát ez ugyanaz a, ugyanaz a popszar, mint az összes többi, vagy, vagy bármi ilyesmi. Pont nem igaz egyébként, magyar szinten legalábbis biztos nem. Ja, de hogy, de hogy ott még azért nagyon nem tudtam azt megmondani, hogy jó, hát ez hát ez objektíven nem igaz, hanem csak így elolvastam tudod egyet, Aha. és akkor egy az a baj, hogy akkor nagyon abban voltam, hogy elolvasok egy negatív kommentet, és nem látom a pozitívakat, tehát hogy. Az... Ezt egyébként mind, ez, ezt ne algodj, ez nem nagyon sok ember az velem is, is Egészen az biztos, nem, ja, ja, igen. A ha most választhatnál, hogy mondjuk, oké, okay, most hogy ki a szörnyednek, ez egy nagyon korai ez a kérdés, de Na. hogy ha te két év alatt egy két lemezt, akkor valószínűleg elég gyorsan dolgozol. Szóval hogy így el tudtál azt képzelni, hogy mondjuk jövő ilyenkor kor kéne egy harmadik lemez, hogy azért most ezt te is hogy, hogy a, a, a lockdown miatt így az egy kicsit könnyebb dolgod volt? Fú, nem, nem tudom elképzelni. Aha. Aha. Nem is szeretnék egyébként. Na. Tehát, hogy én nagyon bízom benne, hogy, hogy hogy nem, nem, nem kerülök egy olyan szituációba, ahol megint azt érzem, hogy kell csinálnom, vagy mm -hmm. hogy, hogy nem is azt kell, hanem hogy szeretnék csinálni mm -hmm. egy harmadik lemezt. Uh, most akkor biztos, hogy akkor fogok elkezdeni a harmadik lemezen dolgozni, amikor kipihentem magam annyira, meg így azt érzem, hogy van bennem annyi új dolog, hogy abban most csináljak valamit. Most már mennek a koncertek? Igen, igen, szerencsére most milyen? már mennek. Nagyon jó, nagyon jó. jó. Na, hogy én még nem láttam téged élőben, és pont a, a menedzsered, a Tóth gary beszélgettem, hogy amikor kérdeztem, hogy vele beszélgettem erről? Azt vele beszélgettem erről, igen, hogy így, hogy rohadt érdekel, hogy majd hogy fogsz élőbe szólni, mert Aha. igen, van egy ilyen állandó problémám a magyar trap előadókkal, uh -huh. hogy hogy ugye most már ez a közeg, ez kezd beszivárogni a magyar fesztiválokra, a vidéki és a többi is, hogy így látszik azt, hogy ennek a műfajnak kezdődik az ilyen alternatív közegben való elfogadtatása. Azaz, igen. Viszont én kicsit azt érzem, hogy sok produkció még nem tudja azt, hogy hogyan tudja ezt jól működtetni egy színpadon. Mert az, hogy a Colorado Fesztivál egy csűrben, kis közegben vagy egy kis klubban működik, az rendben van. Viszont szóval sokszor azt látom, hogy egy színpadon, ahol Feltűnően máshol van a közönség, mint az előadó, Mindtánk. és ott csak annyi van, hogy van egy DJ laptoppal meg egy-két-három MC. Pláne ez az autotónusok vonal, és sokszor nem érzem azt, hogy úgy működne, mint mondjuk egy rendezzenek zenekar a színpadon is. Yeah, na, és yeah, hát, yeah. ott a kényes, hogy na, vajon te? ki fogsz állni egy DJ-vel és egy mikrofonnal és szavasz, vagy valami mások. Mondta Geri, hogy, hogy zenekar. Igen, igen, igen. Hogy van ez a igen. zenekar? Hát nálunk úgy van, hogy mondjuk ezt a kezdettől így, így képzeltük el. Jó, hogy te mindenképp a létre kezdve mindenképpen zenekar akartad ezt csinálni. Igen, de ahhoz igen, menet, igen. igen, a hangzásod? Hát nem, mert hogy, és itt is meg kell hoznom Tambó nevét, tehát hogy azért abban, hogy ez, hogy ez tényleg úgy legyen színpadra vívve, abban neki megint iszonyatosan Aha. nagy szerepe van. Mert, uh... Hát nyilván nálunk, nálunk, egy ilyen nagyon hibrid módszerekkel van ez az egész megoldva. Kb. most forrott ki egyébként úgy, hogy már azt mondom, hogy, hogy ez most kb. tekintető véglegesnek. Nyilván lesznek még majd, hozunk mm. be még dolgokat, de hogy amúgy most állt be ez a sound. Hát mi tudod, azzal próbálkoztunk, hogy, hogy, hogy két dolog volt, ami fix. Az egyik az, hogy gitár, hogy a tempó biztos, hogy gitárra mm. jön, mert alapból gitárból hozza mm. ezeket a dolgokat. És hogy ez biztos, hogy lesz. A másik meg a dob. Tehát az, az, mondjuk... Elektromos vagy, vagy rendes? Rendes. Rendes, és akkor próbáltunk tudod olyanokkal okoskodni, hogy hogy az ilyeneket kipróbáltuk, hogy akkor milyen trigger modulok, meg, meg akkor ugyanúgy ott van az SPD, SX, meg stb. Tehát, hogy ö, ezekkel így azért nyilván ezek fel vannak díszítve, meg hogy vissza tudjuk adni ezt a soundot. Aztán most tudtuk kb. odáig finom hangolni ezt a dolgot, hogy szerintem vissza is tudjuk, uh -huh. meg hogy tényleg azon vagyunk, hogy ezt igyekezünk visszaadni minden szinten. Szóval most már amúgy szerintem ezt, ezt, meg lehet oldani, gond nélkül, de igazából nyilván ott van a... Tehát nyilván nálam is van HD. Vannak azok a dolgok, amiknek HD-ról kell szólni, mm -hmm. mert például, például Tambó, emlékszem, hogy amikor elkezdtük ezt az egész csinálni, akkor egy dologhoz ragaszkodott, hogy a sub az csak hd ről jöhet. Mert hogy például ott, érted, hogyha oda rakunk, és ez hogy pont most kezdtünk el azon gondolkodni, mert egyszer majd lehet, hogy jól lenne egy basszaros, de hogy például az az olyan dolog, hogy hogy elmész egy ilyen koncertre, és ott mi is azt akarjuk, hogy meg az basszon. Igen, igen, álljál, és így remegjen Na, le igen, a Igen, igen, a igen. mert ez egész szerintem cicergése nem működne. Nem, nem, aha. nem, nem. Tehát ott direkt azt akartuk, aha. hogy akkor, hogyha odaállsz a menyomó elé, akkor úgy menj hátra egy métert olyan legyen. És hogy, és hogy ez, ez egy ilyen, ez nyilván vannak elengedhetetlen dolgok, amiket muszáj meghozni mondjuk HD-ból, de, de, azt akartuk, hogy hogy profi legyen ahhoz. És oda állnak? Ez úgy, úgy kérdezem csak, hogy hogy, 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 nyilván, ahogy te is mondtad, hogy a, pont a Covid elején jött ki az első lemezed, a Covid, nem tudom, hogy végre lesz valaha, megint egy újabb szakaszában jött ki a második, és hogy bennem mindig van egy ilyen, hogy azok az előadók, akiknek nagyon magas számai vannak YouTube-on, mert nekem Spotify-on vannak iszonyatosan durva számai, itt most néztem miatt jöttél, hogy így nem erre számította. Igen. De sokszor az van, hogy tudod, hogy nem mindig transformálódik át ez valódi tényleges közönségre, egy ja, egy ja. Tudod, Én ezt mondom, nagyon vicces, de hogy én ezt nem tudtam, hogy ilyen létezik. És de a tényleg a, van ilyen. Nekem a Tóth Geri mondta ezt először, amikor így, amikor így ö, elkezdtük, mit tudom, vagy elkezdtük szervezni a koncerteket, és akkor mondta, hogy, hogy hát, de hogy azért azt majd nézzük meg, mit tudom én, akkor pörgött be a hiszti, meg a lány, meg nem tudom, és akkor az azért, hogy hát, de hogy mennyire lesz, mondja, hát mondom, mit mennyire, az biztos kurva sokat ott van a ég kattintásában, minden is hogy hát az azért, az, nem, úgy működik, pontosan. És, de amúgy szerencsére meg tényleg jönnek, tehát tényleg, tényleg... Szóval, nem az, hogy, 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 elmész fellépni, és ott állsz ember, hogy ki, ki ez a csávó. Nem, nem, szerencsére. Eddig még nem volt ilyen. Eddig még szerencsére nem volt ilyen élmény, de, Biztos lesz majd ilyen is, ilyen helyen játszok, tehát hogy ettől erre, erre ilyen szinte lélekbe fel vagyok készülve. A parkban mennyien lesznek szerinted Budapest parkban? Mert azért az, egy elég nagy, az, azért, azért a Budapest parkban fellépni és az önálló show lesz, ugye? Igen, ja, ja, igen, igen, igen. Tehát az 12 ezer ember a park. Igen, ja, igen. Ja, ja. Annyi el fog menni? De biztos, hogy nem. Nem, ah. nem. nem, 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 De nem is úgy készültünk, tehát hogy elsőre egy 12-t belőni, az kb. irális lett volna. Meg, hát én is az az a koncerten is, ahogy hallottam, az első Pesti koncertén 1500 ember volt. Ja, 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 ja. Igen, 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 igen. Hát figyelj, meglátjuk, nem tudom, én ilyen négyezerre satszoltuk be kb. Hogy ah, az ez ilyen, egy jó hogy az Hogyha az eljön, akkor annak mi nagyon aha. örülünk. De igazából a 2000 is ugyanúgy kurvára örülök, tehát hogy ilyen szinten már, már az is egy ilyen tök jó, tök jó dolog. Az első ilyen koncert, ami tényleg ilyen izmosan sokan voltak, az az izé volt, az a Campus volt. Meg utána az volt, Effort, aha, meg utána az effort, és az ilyen a kampusznál ott azért fú, ott azért beszartam Igen? először. Mondtam, ti mennyien vagytok, kurs. De nagyon jó volt, tehát ez zseniális élmény. Még egy dolgot akartam a végére, amit máskor akartam feltenni, de most ott csak eszembe, hogy amúgy tök vicces, de az tudod, hogy a, a Lej című kliped az az én gimnáziumban forgott. Neked kéne minden pénz, pénz Komolyan no, oda Szent Lász, Szent is, <laughs> és jártál. voltam. és kézzel, amikor megálltam a lejnek a klipjét, nézem, hogy te én ezt az Aulát ismerem. Én ahol, ahol a Lil Frakkal ketté nyomjátok a kezetekkel, amit, amit nem fog soha meg tudni felfogni, hogy ezt honnan tanultátok, hogy ez magatoktól jön. <gül> magatok, <gül> jön. <gül> Nincs az, hogy, te, hogy nem is nem tudom azt, hogy az ancsi reperek nem, nem így tolják azért. Nem, de biztos, hogy valahogy onnan próbáltam átszenni, hogy a reperek mutogatnak. Igen, de menő arcok mutogatnak. Igen, de inkább úgy mutogatsz, mint hogyha egy nagyon össze. menő jeltolmács lennél mondjuk. ez nem bántásom hogy, nincs egy ilyen, egy ilyen, agresszív feeling, hanem inkább egy ilyen önkifejezési formának tűnik valamilyen szinten. Igen, de hogy amikor én ezt először visszanéztem, hogy én hogy mutogatok, akkor én is úgy voltam, hogy mi a fasz csinálok. Tehát, akkor én is így előtte, hogy de hozzászom, a Flort, ami nekem pont azt mondtam őkról, a Nuklai Orgoszról, a Lilfrakról, hogy hát őt az nyugodt le, hogy be a, a Lilfrak, és ő is úgy mutogat, és olyan és Hát is is a mozgása Igen, érték ezt érték talán, talán. hogy ez egy kicsit egy az már benne van, hogy, hogy, az én korosztályomnál még a, a, fiúk táncolnak, az egy picit old, az, az, az a maszkulin, az a macsok ja, 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 kultúra miatt az nem volt oké. Okay, és nem, nem, nem azt nem hogy már sokkal természetesebb az, hogy, hogy mersz tánc van. Yeah, Igen, yeah, yeah. De nekem viszont a Szent Lászlóra egy picit, hogy, hogy meg a Lej klipre, azzal kapcsolatban azért meg akartam kérdezni, hogy, hogy miért Lej a dal cím, mert lehet, hogy sejtem, de lehet, hogy hülyeséget beszélek, és az érdekel, hogy, hogy, hogy egy miért pont ezt a címet kapta kettő, mi volt az első reakciód, amikor megláttad, hogy egy millió fölött van a klip? Mert ez volt az első ilyen. Az volt az első millió mm -hmm. Hát azért lett lej amúgy, amikor csináltuk a zenét, akkor Jorgosszal bementünk a KK-ba, a könyvtárklubba, uh -huh. és ott ö, beültünk, a, és beültünk meginni vagy két soját, és a Jorgosz nem hiszem, hogy akkor így odajött, és mondta, hogy, hogy már ma, má, 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 részleg volt, és akkor, S -S -S, Marci, én ma este smárolni fogok valakivel. <hállt> és én ránéztem, és én mondtam, tesó. Én, én, én drukkolok, tehát hogy akkor én pusollak, menjél, menjél tojád. És akkor így rám nézett, és így, így mondta, hogy de azért, mert van nálam két lej. És így, és így ránéztem, és így, és így nem tudtam, nem tudtam sehogy lereagálni, tudod, csak én néztem, hogy nem. Figyelj, megértem, megértem az önbizalmadat, És sikerült neki? Két leje? Nem hiszem. azóta az, az sem beszéltünk meg, de szerintem biztos, hogy nem sikerült. És, és utána, amikor leültünk megcsinálni a cuccot, véglegesíteni, akkor is szerintem hogy vér beült mellem, és mondta, hogy te Marci, hogy arra gondoltam, hogy ez a szám, mi lenne, ha az lenne a címa, hogy lej. Én megjöttem, hogy mondom, jó, nem tudom, jó, nem több Semmi, más, semmi. Tehát, hogy azt is kb. annyira gondoltam túl, mint a Jules nevet, tudod. és akkor megálltad azt, hogy mennyien nézték meg, és milyen streamjei vannak? akkor mit, mi volt az első érzésed? Hát az azért volt egy vicces dolog, mert hogy például először nem szerették. Tudtam, hogy ezt fogod mondani, mert mindig azon, hogy a legtöbb előadónál az első igazán sikeres számára mindig az első, hogy amúgy az számot hogy nem is szeretem, de hát végül is betalálsz. Meg nem, nem is az, hogy én nem szeretem, hanem hogy az emberek nem szerették. Aha. Tehát, hogy valami az volt az elején, hogy, hogy ez ilyen tök szokványosan indult. És egyébként az, az azért nagyon annak, annak, is betudható, hogy akkor indult be nagyon ez a TikTok hype, és akkor jött ez az izé, hogy úristen, hát itt ha izé, egy zenét felkaptak TikTokon, akkor az így brr, az így De ja, ez ment TikTokon? Mint az állat, nagyon. Aha. Nagyon. Tehát nekem, én és akkor nem tudtam, hogy mi van. Tehát kb. az volt, hogy nem néztem rá, mit tudom, én, öt napig, és utána öt nap múlva elnéztem, és én néztem, hogy, hogy így, mi történik, de hogy akkor már kint volt másfél-két hónapja. Igen, igen, Tehát, igen. Ilyen későn zeltem. indul be az a szám egyébként, igen? Igen, és akkor így ültem, hogy ez most miért ugrik, vagy hogy miért történik ez, és láttam, hogy a görbéből, hogy így és, és ja, hát az egy ilyen, nem tudom, az egy ilyen diszkó, diszkó kompatibilis cucc. Mert nagyon vicces, a mutka, visszanéztem, ritkán nézem meg ezeket a statisztikákat, de hogy mutka, rá például a lejnél, és december 31-én ilyen ilyen görbe van. Aha, pernán. akkor mindenki arra szíveszerez. Mindenki arra de olyan görbe van menem ezek, vagy olyan nyílegyenes ilyen felévelés, azt akkor és egy napig, és mm -hmm. utána megint vissza, és akkor megint ugyanúgy megy. Ezt tudok képzelni, hogy te mondjuk egyszer majd nem idézve buli zenét csinálsz? Mert egyébként nem a legtöbb zenét az elég, elég, bulis. Oké, okay, vannak. Igen, úgy bulis, hogy mivel kicsit a trappes dolgokból jön, ezért ja, ja, egy, ja. olyan, olyan zása, zása, amire, zása. amire úgy tudsz mozogni, de hogy igen egy lanad erre gondolok, érted? Hogy mondjuk ami olyan, amit, amit nem fogsz szilveszterkor meghallgatni, csak hogyha nincs kivel szilveszterezni. Ja, <laughs> ja, ja, csak hogyha hozzanak a sírni egyedül, igen, igen igen, Hát nem tudom, simán benne van szerintem. Aha. Simán benne van. Már a személyiségemtől ezek nem állnak távol. Aha. Tehát, hogy simán benne van, hogy azért, nem tudom, otthon szíveszel ezek, és akkor izé megírok valami ilyen szó. Vagy ezzel így tudok kapcsolódni, ezzel az érzéssel. Úgyhogy benne van egyébként, attól függ, hogy ebben mi leszek. ha abban leszek, akkor lenne az zenéket írjak, bár nem, én nem abban nem leszek, de hogy, de hogy ak akkor meg fogom írni, ha. akkor az nem fog visszatartani. a parkos koncerted után még lesz tőled valami, vagy most akkor te az hogy megtolod izomból a koncert időszakot, pihensz egy óriásit, és majd egyszer valamikor jövőre meglátod, mi lesz? Hát ezt most még éppen, tehát jelenleg nem dolgozok új zenéken, mm -hmm. az, itt így biztos rá Most, hogy kijött a lemez, most nyilván nem ja, fogsz ja, nem, 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 is, nem, is, tudnék. De hogy most tényleg az van, hogy, hogy koncertezni akarok, mert meg akarom nézni, hogy, hogy milyen ez a élet, vagy nem tudom, hogy milyen, milyen ezt itt csinálni. És, de utána egyébként nem fogom magam így, így visszafogni, tehát hogy album szinten biztos, hogy nem fogok most leülni gondolkodni, Aha. nem is szeretnék, tehát, hát vissza is fogom magam, mert, 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 nem, mert azt nem érezni fernek, Ö, magammal szemben, meg a projekttel szemben, és akkor, de hogyha mit tudom én, hogyha megint azt érzem, hogy jön valami, akkor akkor jönni fog valószínűleg. Akkor azt mondom nekem, amire nem vászoltál először, no. mert az hülyentetted fel a kérdést, mert hogy a fotofóbia előtt kivel zenét a legszívesebben. De most, ha mondjuk a parkos koncertedre még nem kezdtetek nem össze az egész bulit, még csak most álljátok ki. Felhívhatná egy meglepetés vendéget, akit nem fogsz most felhívni, szóval előjük le a poént, vagy ilyesmit, mondjuk, akit, akit elhívhatnál csak egy számra, akár létező számra, akár egy, 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 egy bármire. Ki az, aki, 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 most olyan előadó itthon, aki úgy szívesen egyszer, hogy előhúznál meglepő módon? Fuha, ez egy jó kérdés. Uh, 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 uh. De, hák, igen? Igen? El tudnád képzelni, hogy D.B. Gyulához a kőbanya blúzt elénekelsz vele? Nem. Nem tudnám, de nagyon szeretném. Nagyon szeretném elképzelni. Nem is a D.B. blúz, vagy nem is a, a Blues, hanem a, Rosszvért. a rossz A rossz A rossz vért, nagyon, Amúgy, figyelj, ha egyszer megcsinálod, akkor mindenki kudbált létsz, mert, Azt létsz, mert, mert történt, nem akarom hogy akkor én is. Az, az első lesz, első dolgabb lesz. Az nagy flash lenne, igen. Marci, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál a műsorban. Mert meg köszi a figyelmet. Egyrészt, hogy meg a szörnyeteket. Másrészt, hogy el a parkba augusztus 27-én, vagyis holnap. És én még szeretném megköszönni a Lenovo-nak, a Samsungnak és a Sennheiser-nek. Jövünk hamarosan új témákkal és új édásokkal. Én voltam. Köszi a figyelmet, sziasztok! Ha végignéztétek az adást, és szeretnétek egy ilyen menő Sennheiserre fülhallgatót nyerni, akkor nézzétek meg a YouTube videó alatti leírást, ugyanis ott kell majd válaszolnatok három kérdésre, de ezek a kérdések az adásban elhangzottal kapcsolatosak, szóval hallgassatok meg az adás rendesen, figyeljetek, válaszoljatok a kérdésre, és nyerjetek egy ilyen fasztos szenhelyzet fejhallgatót.